Mit tehetünk az egészségünkért? Erről beszélt Tóth Zoltán, közismertebb nevén Maci Sifu, kung fu és csikung mester, a hagyományos kínai gyógyászat elkötelezett híve és oktatója, több szakkönyv szerzője, aki Szegedről érkezett és nagy sikerű előadást tartott Erdővidék Múzeumában. Van egy kínai mondás, hogy aki megőrizte magának a tudást, még soha nem ért jó véget. Én szeretnék jó véget érni, ezért osztom, amit tudok. És gyakorlatilag ezek különböző technikák, hogy én a kínai gyógyászatra specializálhatom, ez így nem is biztos, hogy jó szó, de főleg ezzel foglalkozom. Ezen belül az akupresszorát, a köpőjőrzésig, a moxától, a lágycsontkovácsolásig, manuálterápiáig, minden egy ilyen területtel. És emellett vannak olyan gyakorlatok, akár fizikai tornagyakorlatok, akár energetikai gyakorlatok, ami részint a tájcsiból, a csikungból jött, részint teljesen más irányba a gyógyászatról jött, és ezeket is szoktam mutatni, akár a látásjavító csikungot, ezt most nem mutatom be, mert nem tudom, lehet-e reklámozni, hogy a YouTube csatornámon, a Maci Sifu tanácsai YouTube csatornán ott van ez a videó gyakorlatilag, hogy hogyan kell csinálni. De vannak olyan dolgok, ami a hétköznapi életben azt gondolom, hogy nagyon fontos lehet az embereknek. Van egy elsősegély pontok, hogy hirtelen, ha mondjuk általános fájdalom lép fel karba válva bárhol, akkor a hegúta, a vastagbél meridián 4-es pontját érdemes masszírozni. Ezt úgy találjuk meg, hogy a hüvelykújjunkat rátesszük ide a bőretőre, és ahol hozzáér, így itt van a hegú, közel viszonylag a második új középcsonthoz. Itt a csontnál van is egy kis mélyedés, és ezt így gyakorlatilag összefogjuk így a kezünket, nem tudom, hogy mostan látszódjon, és ezt így jó alaposan masszírozunk, egy elég fájdalmas pont tud lenni, de ez egy általános fájdalomcsillapító pont jó hatáson a szervezetre, maga az anyagcserét is tudja segíteni, hogyha valakinek gondja van vele. Aztán van a szívburok 6-os pont, ez is általános, 3 ujnyira a csuklóredőtől, ez a keringésre, a szívre is, és a vérerekre, a vérkeringésre is jó. Ezt így lehet magunknak masszírozni, bocsánat, hogy leveszem a malámat, itt masszírozzuk. Gyakorlatilag a csuklóredőtől 3 ujnyira, mindenkinek saját magának 3 ujj, ez fontos, és a középtengelybe, itt a szívburok meridián, ez a vérerekulának is hívják a kínaiak. Ez egy nagyon jó kis pont. Ha valakinek fogfájás van, ha a felső fogsor kezd el fájni, akkor itt az orr alatt a kormányzó 26-os pontot érdemes így masszírozni. Ha az alsó fogsor fáj, akkor pedig itt az állszöglet, ha van ez az állszöglet, itt az izmon gyakorlatilag ezt érdemes masszírozni, főleg azon az oldalon, amelyiken fáj a fog, de lehet akár a másikon is. Ha foggyulladás van, akkor ez sajnos csak időlegesen segít, de hát az is már sokat tud számítani, hogy amíg eljutunk fogorvoshoz, vagy esetleg, ha soká van, akkor be tudunk venni egy fájdalomcsillapítót, amire időnként szükség van, de nem szabad ezen élni. Tehát ha valaki eljön hozzám bátszani, és azt mondja, hogy hú, hát ő már másfél éve fájdalomcsillapítókon él, akkor elég csúnyán szoktam nézni, mert tönkreteszi a gyomrát, minden egyebet, tehát kell kezelni a problémát. Mindig meg kell találni a gyökerét a problémának. A kínaiak egyébként erről szól, hogy nem tüneti kezelés van, hanem a probléma gyökerét próbálja megkeresni. Mert a tüneti kezelésnél ugye megszüntetjük a tüneteket. Fáj a fejünk, beveszünk egy gyógyszert, ez elnyomja az érző idegeket, nem fáj a fejünk, de a probléma, ami miatt fájt a fejünk, az megmarad továbbra is. Tehát ezért nem szabad csak fájdalomcsillapítókon élni, mégis meg kell keresni, hogy miért van. Fejfájásnál ugye nagyon egyszerű módszer, itt középet az orr nyereg fölött gyakorlatilag a homlok, egy oldalra fordulok kicsit, hogy mutassam, itt található a hintam, ez egy extraordinális pont. Az extraordinális azt jelenti, hogy nem belső szervez kapcsolódó főmeridiánon van, hanem ez én izom vagy egyéb pont, akupunktúrás pont, és ezt masszírozzuk úgy, hogy a kezünket rátesszük a 4 ujjat a homlokra, és a hüvelykújjal jó erősen nyomjuk így befelé, tehát ebbe az irányba jó erősen nyomjuk egy 10-12 másodpercig, akár meg is mozgathatjuk, utána kicsit pihentetjük, és ezt 3-szor megismételjük. Általában már ez megszünteti a fejfájást, esetleg lehet a fejtetőnél, ahol a füleket összekötjük egy képzelt egyenessel, és ahol a középtengelyünket ez metszi, a fejtetőben is egy kis mélyedés, itt megmasszírozzuk a yin-tangot. Ez a kínaiak úgy hívják, hogy a 100 yang találkozási pontja. Gyakorlatilag ugye van yi és a yang, ez a kör, tulajdonképpen ez a fekete a yi, vagy yin,
a fehér pedig a yang. Ez az eredeti jelentését tekintve egy domb árnyékos és napos oldala, és azt mutatja, hogy nincs meg egyik a másik nélkül, a kettő együtt egy egész. Ezt nevezzük akár a férfi-nő energiára, akár pozitív-negatív energiára, vagy olyan, mint a mágnesnek az északi-déli pólusa. Ha van egy rúd mágnesünk, azt pontosan, halszál pontosan középen félbevágjuk, akkor nem lesz egy yin meg egy yang, vagy nem lesz egy északi meg egy déli mágnesünk, hanem két darab északi-déli pólusú mágnesünk. Tehát ahogy ez a yin-yang együtt egy teljes egész, a testünkben ez ugyanez megvan, a kínai oroslás ezt a yin-yang elvet és az öt elem, vagy öt változó állapotnak a filozófiai elvét használja fel arra, hogy diagnosztizáljon és hogy kezeljen. Azt mondják, hogy az emberi testben és a világegyetemben mindenben a chi, a japánul ki, indiaiul prana, egyfajta energia, egy életenergia, egy energia áramlik, és ha ez az áramlás harmonikusan működik, akkor minden jól működik. Ha ez az áramlásban diszharmónia lép fel, tehát például a yi vagy a yang energia többlet vagy hiány keletkezik a szervezetbe, vagy valamelyik szervünkbe akár, akkor az a szerv megbetegszik. Először csak energetikai szinten jelenik meg a probléma, később pedig fizikális szinten is megjelenik ez a probléma. Nagyon fontos, hogy a diszharmóniát okozhatja külső és belső tényező. A külső az időjárás, egy sérülés, vagy bármi egyéb, tehát, vagy például ételt beviszünk, de romlott ételt, akkor gyomorrontást okoz, ez egy külső tényező, vagy a belső, ez a, ugye elmondja, hogy van a hat rossz, a külső, és a hét érzelem. A hét érzelem, ugye a harag, a dű, a irítség, a szomorúság, a melankolia, tehát ezek mindegyike egy természetes emberi érzelem, mindenki ezeket, ezt mindegyiket használ, mindegyikkel előfordul, de ha túlzottá válik, akkor megbetegíti a hozzá kapcsolódó szerveket, itt a szervrendszereket. Mert például a kínai, a vese alatt nem csak azt a két babszem formájú kis húsdarabot érti, hanem a vesét, a mellékvesét, a teljes vizeletkiválasztó rendszert és a külső-belső nemi szerveket, ugye a mellett a férfi-női nemi szervet, illetve a méhet, a petefészket, a férfi-női prosztatát. Tehát ez így együtt a vese, mint egy rendszer. És például, ha valaki sokat aggódik, mindig az, hogy jaj, mi lesz hónapra, kijövök-e a pénzből, egyebek, akkor ez legyengíti a vesét, ezt a szervrendszert, és akkor különböző problémák jelenhetnek meg nála. Sajnos több olyan pácienssel is találkoztam a hölgyekkel, akinek melldaganata volt korábban is, leoperálták, most hál' Istennek már jól vannak. Van, akinek a petefészkét kellett kivenni, szintén ciszta, mióma, daganat, egyebek miatt. Ez például mindig a lelki háttér van. Itt az okoz a problémát, hogy a saját nőiségét nem tudja megélni úgy, ahogy szeretné, nem fogadja el magát olyannak, amilyen, mert most túl vékony, most túl kövér, nincs olyan párkapcsolata, vagy ha van, akkor a párja nem érezteti azt, hogy ő most igen, igazi nő. Tehát nagyon fontos, hogy önmagunkkal harmóniában legyünk, hogy önmagunkkal elégedettek legyünk. Az érzelmek a természetes szintét ne lépjék túl, mert az megbetegít bennünket. Ősszel például sokkal több a hurutos megbetegedés, akár légcsőhurut, tüdőhurut, tehát a megfázás, vagy akár a vastagbélhurut, mert a tüdő és a vastagbél tartozik az őszhöz. Nyáron gyakoribbak a szív problémák, mert a nyár, főleg a július, augusztus közepéig az a tüzelemhez tartozik, és akkor ugye felfokozottak. Na most, ha valaki ismeri az öt elem tanát, akkor tudja, hogy amikor az adott elem uralkodik az adott évben, ez ugye az évszakokhoz kapcsolódik, akkor sokkal jobban, sokkal gyakoribb azonnak a megbetegedése is, de például kezelni, gyógyítani is sokkal hatékonyabban lehet olyankor. Ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek mondjuk asztmája van, akkor csak ősszel kezeljük, de olyankor még hatékonyabb tud lenni a kezelés. Ha valaki mondjuk, volt egy konferencián előadást tartottam, és beszéltem itt az érzelmek, meg a fizikai és kapcsolatáról, meg a pulzus diagnosztikáról, és szünet, utána volt a szünet, és mondták, hú, nézzen meg az ő pulzus, az övét. Én nem vagyok egy nagyon gyakorlott pulzus diagnosztát, csak a legalapokat ismerem még, de nézegettem, és mondtam, hogy igen, porzik a vesét, tessék több vizet inni, igen, figyelj oda az ebédre, mert érzem azt, hogy az valami nincs úgy teljesen rendben, tessék reggelente mondjuk egy kanál olajat enni, vagy zsíros kenyeret, vagy bármit, hogy meginduljon az epefeledék, iszol eleget, hogy nem azért van besűrűsödve, és jött egy hölgy, a csoport, a városa, ahonnan jött, nem ismerték csak egy olyan pár hónapja,
mindig egy vidám természetű, nagyon kedves, ő volt a lelke a csapatnak. Ott is mosolyogott, néztem a púzusát, megnéztem kétszer-háromszor, mondom, tehát olyan mosolyogosnak tűnik, de mondom, ezt meg lehet érezni, és mondom neki, hogy ne haragudjon, mondom, de miért volt szomorú az elmúlt fél egy évben sokat? Na, néztek a többiek, akik együtt jöttek vele, nem is tudom, talán Dunajvárosban, hogy na most mellé nyúltál, ez biztos, mert ő aztán mindig vidám és mindig mosolyog, és akkor kicsit elkomolyodott a hölgy, és mondta, hogy nem egész egy éve halt meg a férje, és bizony majd fél évig nagyon nehezen emészetlen, és mert most is nagyon hiányzik, és így ledöbbentek, hogy de hát ez nem látszik, mondta, hogy hát igen, megpróbálom túllépni a gyászon, elfogadni ezt a dolgot, és nem mondott az ember, nem azt mondja, hát ez most sajnos ez vele jár az élettel. És tényleg lehetünk, hogy ezt honnan tudom, hát lehet érezni a púzusnál. Lehet érezni, hogy nem olyan a púzus, a tüdőpúzusa, és mélyen van, tehát a mély púzusnál a probléma, vagy az elváltozás, tehát a belső lelki probléma van a hátterében. Tehát ilyen szinten, de mondom, gyakorlott púzusdiagnoszták, itt mondtam az eladáson is, arra képesek, hogy a kéthetes magzatnál, amikor terjes az anyuka, még csak kéthetes a magzat, és azt mondjuk a púzusából 95%-os biztonsággal megmondják, hogy fiú lesz vagy lány. Amikor még ugye nincs is kialakulva, de már a genetika ugye már azért tudod, hogy a gyerkőszoma mi lesz, de még nem lehet látni, tehát ennyire jók tudnak lenni a kínai púzusdiagnoszták. És ugyan, ami különbség a nyugati felfogás és a keleti között, hogy nyugaton azt mondjuk, hogy majd ha baj lesz, akkor elmegyek orvoshoz. A keleti azt mondja, hogy elébe megyek a problémának, sőt, például Kínában régen úgy volt, talán még most is, hogy eljárnak az orvoshoz viszonylag rendszeresen, tehát pár havonta elmegy, akkor nincsen tünetei. Az orvos megnézi a púzus, megnézi a nyelvét, kikérdezi, és azt mondja, jó, rendben mehet, vagy azt mondja, hogy na, szúrunk egy-két tűt, vagy tessék inni ezt a teát, és még fizikai tünetei nincsenek a betegségnek, még nem érzi a páciens, de a doki már érzékeli, hogy igen, itt azért van valami kis akármi, valami kis probléma, és csírájába elkapjuk a betegséget, és nem is tud igazán kialakulni. És régen úgy volt Kínában, hogy amikor így jártak rendszeresen az orvoshoz, akkor fizettek. De ha megbetegedett, akkor elment az orvoshoz, akinek meg kellett gyógyítani, a páciens nem fizetett egy fillért se, és a dokinak szerencséje volt, ha a páciens később is még hajlandó volt visszamenni, és nem elterjedt, hogy ez nem ért hozzá, mert nem vette észre, hogy beteg leszek, és nem kezelt időbe. Jó, vannak kivételek, hogy mit tudom én, hirtelen átfázott, mindenhol nem azok doki tehet, de ha az orvos hibájott, akkor így járt. Kevesen tudják, hogy például régen a kínai császári orvost, ha a császár meghalt időnap előtt betegségbe, az orvosát mellé temették. Néha élve. Ha szerencsé volt, akkor volt idén megmérgezni magát. Mert miért nem ismerte fel időben a problémát? De ott ugye úgy ment, hogy reggel megnézte a vizeletét, megszagolta a székletét, megnézte a púzusnál, és elmondta, hogy milyen jellegű ételeket tegyen a császár. Hogy jó, mit tudom én, gond van kicsit a máj, ebben nem úgy működik, akkor kicsit kesernyésebb dolgok, több legyen az ételébe. Nem az, hogy keserű ételt tegyen, csak egy picit túlsúlyban legyenek, mert az majd szépen helyre teszi az epét, a májat. Vagy ha nagyon, a szív nagyon túlműködik, akkor egy picit a vízelemet erősíti, kicsit a hűvösebb a dolgokat adjunk neki. Tehát nagyon szépen így karban lehet tartani az embert, érdemes odafigyelni magunkra. Ugye az ember fogad se akkor most, amikor már öklömi lyuk van a fogán, hanem azért most, hogy ne legyen lyuk, ne legyen probléma. Nagyon fontos, hogy a lelkünket rendbe tegyük. A fizikai szinten, ha a testünket rendbe tesszük, de a lelkünk nincs rendben, az mindig újra és újra vissza fog térni. Tehát mindig az ember, ha megfigyeli magát, és ez érdekes, hogy az emberek nem leszoktak arra, hogy megfigyeljék magukat. Megkérdezzük, hogy és hogy érzed magad? Hát jó. Bővebben? Hát nem is tudom. Reggel, mikor fölkelsz, akkor édes íz van-e a szádban? Vagy ilyen ragadós-e? Hát nem tudom. Nem tűnt fel, hogy ragad a szád, kevés a folyadék, kicsit ugrál a vércukor szinted? Hát most úgy mondom, tényleg. Szóval nagyon fontos, hogy figyelj magad, nem kórosan, mint a hipohonder. Van néhány páciens, aki hipohonder, és jó fejek, meg aranyosak minden.
hidegén letolom őket, én mondom, hogy nem baj, ha figyelsz magad, csak ne vidd túlzásba. Tehát megfigyelni magunkat, hogy valami változást észrevettünk-e. Aztán mi eldöntjük, hogy ez pozitív vagy negatív. Nem tudjuk eldönteni, akkor elmegyünk orvoshoz, elmegyünk természetgyógyászhoz, hogy te figyelj, ezt, azt érzem. Tehát ne várjuk meg azt, hogy már nagyon fáj. Ha valakinek rendszeresen mondjuk úgy megszédül, akkor érdemes megnézni azt, hogy a vesélye füle rendben van, nem az egyensúlyszervvel, nem a vérnyomással van probléma. Tehát ne akkor menjen, amikor már ma nem tudok járni, mert azzal nem lesz elő, akkor már a késő. Ugye az esőkabátot sem eső után veszük fel. Lehet, de jobb előtte. Hát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Igazából a megfelelő folyadék mennyiségfogyasztás az nagyon-nagyon fontos, az, hogy mit eszünk. A táplálkozásunk ne abban álljon, hogy húst hússal. Nekem édesapám hentes, rengeteg hentes volt a családban, én emlékszem, 8 éve vegetárián is voltam, nagyon jó volt egyébként. Nem mondom azt, hogy valaki legyen vegán, de érdemes odafigyelni, hogy a kínaiak például nagyon sok nem is nyers, hanem ilyen éppen csak megfőtt dolgot esznek. Tehát főznek egy húsleves alapot például, szép lassú tűzön órákig főzik a húst, aztán félreteszik ezt az alaplevet, és amikor az ember oda megy a kifőztébe, hogy jó, akkor kérek egy ilyen olyan levest, akkor fogják, belemelik a tálba, felforrósítják, és bedobják a zöldséget. Ez épp csak egy picit megpárolog, szinte még roppanós. És így nagyon sok vitamin benne marad, ami egyébként szétfő. Egyébként szétfő. Nagyon sok odafigyelnek arra, hogy rostanyagot figyelnek be, akkor kínaiak, ugye keletiek nagyon sok bambuszfügyet esznek. A bambuszfügy azt mondják, hogy biztos valami különleges. A kóla is azt teszi, meg a pandamaci is. Nem, a bambuszfügy nincs semmi íze, nincs semmi extra íze nincs, abban az a különleges, hogy rengeteg rostanyag van benne. És ettől nagyon egészséges. És bár nincs olyan nagyon jó íze, de megeszik az ember, mert tudják, hogy egészséges. Érdemes gyógyteákat iszogatni. Utána lehet nézni interneten, akár a bűkifüggős embernek a Gyuri bácsinak a teái között, bárhol máshol, és nagyon szépen érdemes, sok helyen lehet találni, hogy mikor mit érdemes. Ugye én most vagyok először Székelyföldön, és hát első látásra nagy szerelem. Mondtam is a vendéglátónak, a Csonginak, hogy én már láttam a Himaláját, láttam az Alpokat, de azért itt a legszebbek Magyarországon a hegyek. Lehet, hogy nem olyan nagyok, de a legszebb mégiscsak itt. Egyszerűen az energetikája minden annyira csodálatos, nagyon-nagyon jó. És itt gondolom, hogy rengeteg gyógynövény van. Ha egy picit, csak az alapokat megtanuljuk, hogy télen egy kis kamilla, egy kis házsfavirágtea, egy kis akácvirágtea a megelőzésre. Nem kell egy nagy dolog, nem szabad folyamatosan kamillát inni például, mert nyálkahártyát kiszállítja, de egy kicsi, ez kicsi az. Hetente egy-két csésze mezei zsúrló akár. Ugye a vesét egy picit kitisztítja, vagy tejoltóvalaj, légutakra, nyirokrendszerre, mindenre nagyon-nagyon jót tesz. Ha odafigyelünk, hogy mozogjunk, ugye volt itt az előadásán egy új ember, aki mondta, hogy hát ő egész nap mozog. Nagyon nem mindegy, hogy milyen jellegű mozgást végzünk. Mert ha csak egy irányú, akkor bizonyos izmokat nagyon megterhelünk, máskor viszont egyáltalán nem használunk. Tehát igenis oda kell figyelni, érdemes, hogy van olyan mozgás beiktassunk, a séta nagyon-nagyon jó. Tehát sokkal jobb egy intenzív séta, egy intenzív gyalogás, mint mondjuk a kocogás vagy a futás. Mert ha nincs rajtunk semmi, lazán lóg a kezünk, akkor minden izmunkat megmozgatja. Jó tesz a tüdőnek, a bélrendszernek, mindennek. Nagyon sok ember küszködik székrekedéssel. A beleve nincsen saját izomzatuk. A légzés és ezek a különböző mozgások segítenek, hogy mozogjon a bélrendszer. És ilyenkor megszűnnek a székrekedéses problémák például. Nem bonyolult dolgok ezek igazából, csak csinálni kell. Csinálni kell. Rendszeres. Minden nap valamit. Gyuri bácsi azt mondta, hogy ő minden nap iszik valamilyen gyógyteát. Nincs az, hogy jaj, hú, ezt is, azt is, azt is meg kell, mert nem tud mindent csinálni az ember, de azt mondja, hogy most úgy érzem, hogy itt a májam a kicsit gond van, mert mondjuk kicsit több pálinkát ittam, vagy több bort, vagy azt érzem, hogy olyan nagyon ingerült, vagy könnyen robbanok, mindig ideges vagyok. Akkor biztos, hogy a májammal van gond, mindig haragos vagyok. Akkor a májat akkor megkezdem, ellazítom.
akár végigmasszírozni, ugye két máj lazító gyakorlat van. Ha azt mondja, hogy olyan szorító érzés van a szívnél, meg olyan, nem érzem jól magam, mérgelődtem sokat, akkor a szív gyakorlatot megcsinálja. Ha azt érzi, hogy fáj a dereka, de nincsen fizikai oka, akkor a vese gyakorlatot. Tehát ezek nagyon egyszerű kis dolgok, és akkor lehet csinálni, és lehet megelőzés, hogy jó, hétfő eszembe jut, akkor most csinálom a vese gyakorlatot. Kedden a máj, szerdán a szív gyakorlatot, csütörtökön mit tenni, légző gyakorlatot, csak a tüdőmnek jó legyen. Péntek, szombat elmegyek egy nagy sétálni. Meditáció. Akkor nem azt kell, hogy leülök, és akkor ezt is lehet persze. Nagyon jó recitálni az ommani Padma Hum mantrát. De lehet az, hogy csak egyszer elmegyek itt a hegyekbe sétálni, és csak magamba vagyok, és nem gondolkozok semmin, nem vagyok időszködve, azt mondom, hogy ezt a X időt én magamra szállom, mert hogy elmegyek eddig, azt meg visszasétálok, és csak úgy vagyok. És ez iszonyatosan fontos. És még egy nagyon jó módszer, amikor átkarolunk egy fát. A fák csodálatosak. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy Isten úgy teremtette a világot, hogy az embereknek segítsen. Csak nekünk ezt észre kell venni, és el kell fogadni a segítséget. A fák, vagy gyümölcsfákról nem beszélek meg, ugye ne ilyen királyakáca, mert ekkora tüskék vannak rajta, képesek arra, hogy levegyék a negatív energiát, a feszültséget, a rossz energiákat rólunk, és feltöltsenek jó energiákkal. És oda megyünk, és átkoroljuk, és akkor ott vagyunk. Nem akarunk semmit, és akár meg is köszönhetjük a fának, hogy rendbe tesz. Csodálatos. Egy-két perc alatt hihetetlen változások létrehoznak a testünkbe. Vagy kiülünk az erdőbe, nekidöntjük egy fának a hátunkat, és akkor olvasgatunk. Vagy nézzük az eget. Csodálatos dolgokat tud csinálni velünk. Feltölt. Amilyen akász, meg agresszív a fák, az energiás agresszív azért nem szoktuk javasolni, illetve a gyümölcsfák, pláne amikor éppen termőre fordulnak, virágzik, akkor inkább elszedi az energiát a termésének, azért nem. De egyébként bármelyik tölgybűk, bármelyik tényleg nagyon-nagyon jót tud tenni, ami így létezik. Csodát tesz az emberrel. És sokat mosolyogjunk, és sokszor mondjuk azt, hogy én szeretem magam. Mert ha szeretjük magunkat, akkor segítünk magunknak a saját gyógyításunkban, az öngyógyításban. Ez nagyon fontos.